Sziasztok, Andrew vagyok, ez pedig a Crusader Kings Deus Vault című játék tesztje. Nos, bevezetésnek szeretném tisztázni, hogy ez nem az alapjáték, hanem a sima Crusader Kings 1 kiegészítője, mert ahogy olvastam, enélkül annyit ér a játék, mint a nutellás kenyér nutella nélkül, és erről a Wikipedia is meggyőzött. De a Crusader Kings 1 2.0, amit én egy kalap alá veszek az eredeti játékkal. Az alapjáték 2004-ben, a kiegészítő 2007-ben látta meg a Big világon, a Paradox cég berkein belül, aki meg nem ismerné a svéd fejlesztő csapatot, annak csak annyit üzennék, hogy nem csoda, hogy nem ismerik, és nem, ők nem foglalkoznak bútorgyártással. A kis gárda leginkább a grand stratégiai játék a kényezteti fanatikus szektársai, mert bár tény, hogy nem sok ember szereti a játékaikat, aki viszont beleszeretett, azonnal a seggére tetováltat egy katyacsőrű emlőst. Stratégiai játékaik végig mennek az egész világtörténelmen egyesével, és utána akár tovább is exportálhatjuk mentésünket a következő érában játszódó játékukkal. Szóval, aki ismeri az Európa Universalis, vagy a Hearts of Iron, esetleg a Victoria sorozatot, annak ez a játék sem lesz ismeretlen teljesen. A cég gyakorlatilag minden nagyobb stratégiai játékáról, hanem az összesről, köztük a Crusader Kingsről is elmondható, hogy a játék élményt az összetettsége és sokrétűsége adja, ellentétben a többi stratégiai játékkal, amelynek inkább a grafika, vagy a harc, vagy a marketing. A Crusader Kingsben címéből is adódóan a középkort felelvenítő játéka lett a Paradoxnak, azonban itt egy kicsit megváltozik a játék élmény, ugyanis a többi játékokban általában egy nemzetet terelgetünk át az adott időintervallumon, amiben a játék van. Itt viszont egy dinasztiát, ha úgy tetszik, családot alakítunk, mellyel hatalomra törhetünk és megvédhetjük azt. Akinek nem teljesen hangzik hold nyelven a középkori feudalizmus vagy a Trónok harca című sorozat, az pillanatok alatt átérzi a játék alaphangját, ami lényegében arról szól, hogy 1066-tól 1452-ig kell a családodat irányítani, idézőjelben, kicsit Sims-es RPG-s körítéssel a stratégiai játékban kötetlenül viszonylag részletesen. Ez most kicsit úgy hangzik, mintha a Paradoxnál kinyitották volna a Wikipédiát a játékok című szekciónál, és minden 15. szót bele akarták volna rakni a saját játékukba, de tagadhatatlan, hogy működik. Van az aktuális nemzetségfő, akit mi irányítunk, illetve a mi vérvonalunkba származókat is mi terelgethetjük életük útján, köthetünk házasságokat, szerezhetünk barátokat, vagy éppen ellenségeket, szövetségeseket, gyerekeket nevelhetünk, orgyilkosságokat követhetünk el, elárulhatunk, vagy akár segíthetünk, lehetünk hatalmas lehetőségekkel és erővel bíró királyok, vagy az utolsó falu kis stílű nemese. Különböző tulajdonságokat szerezhetünk életünk során a szürke eminenciástól, az őrülten át a kegyetlenig, és így tovább. Amíg meg nem halunk biológiailag, vagy egy kis rásegítéssel. És miután a fater kipurcat, a muter bever. És akkor még nem beszéltem semmit a fejlesztésekről és a törvényekről. Nem tudom, hogy mit csináljak ezt a... Nem tudom. Viselkedj férfi módra! Mi az ördög lehet téged? Ez a Hollywood belőled is buzit csinált! Neki áll bőgni, mint egy nő! Néha olyan érzése van az embernek, hogy nem is játszik, hanem csak átkerül egy párhuzamos univerzumba, ahol a svéd asztalos kaja helyett svéd programozós játékelemek vannak. El lehet verni vele elég sok időt az életünkből. I'm gonna have diarrhea again. You can't go to the bathroom, you're stacking Sunder armor. It's okay. Ma'am, bathroom! What, hon? Bathroom! Bathroom! És ezt az egész hangulatot megfejleli az, hogy a játék elején miután kiválasztottuk a három darab kezdési történelmi dátumból azt, ahonnan szeretnénk megváltoztatni a történelmet, kiválaszthatjuk az akkori európai uralkodó és nemesi családok közül azt, amelyik szimpatikus, köztük akár az Árpád házat, vagy kis hazánk valamelyik kisebb nemesi házát. A játékban levő feudális rendszer amúgy viszonylag egész jól zakatol,
bár azért vannak szépséghibái. Háromfajta társadalmi osztály különböztet meg a játék, mely közül mi akármelyikben indulhatunk annak függvényében, hogy melyik dinasztiát választottuk. A legkisebb rang a köznemes, mely általában egy-két megye felett rendelkezik, és neki van a legkevesebb hatalma. Általában egy gróf vagy maga a király vazulusa, de neki nincs egy se. A következő társadalmi réteg a grófok csoportja, szó szerint hercegnek kellene fordítanom, de a magyarban inkább grófnak neveznénk. Szóval vannak ezek a grófok, ők már sokszor több mint egy megyényi terület feletti hatalommal bírnak, de királyok közvetlen vazulusai, de nekik is lehetnek hűbéresei, akik háború esetén nekik engedelmeskedne. És az utolsó, leghatalmasabb és legszűkebb réteg a királyok csoportja, értelemszerűen nekik van a legtöbb lehetőségük a játékban, általában 5-6 vagy több megye felett rendelkeznek közvetlenül, de a királyok igazi erejét a hűbéreseik, a grófok és a köznemesek adják. Értelemszerűen jön a kérdés, miért akarna valaki Pest megye irányítója lenni, vagy Erdély grófja, ha lehet ő a magyar király is? És ebből jön az első élvezeti faktor és az első trónokharca hasonlat. Mind a három frakció, ha szabad így fogalmaznom, más és más érdeke van a játékban, hasonló, de nem ugyanolyan célok fogják vezérelni a játékos, ezért teljesen más játékélményt fog adni. Például Pest megye uraként arra fogunk törekedni, hogy házasságok útján minél több területet örökölhessünk, és hogy szerezzünk egy erős királyt vagy grófot hűbérúrnak, aki megvéd minket, és ha valaki el akarná orrazni kicsink kis megyénket, akkor segít minket. Illetve, hogy különböző építkezésekkel fejlesszük a birtokunkat. Egy gróffal már ez nem teljesen egyértelmű, természetesen itt is szeretnénk jó házasságokat kötni, és erős királyt, de ha már még a fél ország és a király gyenge, miért ne lehetne még a korona is? Akkor viszont már nem fogjuk erősíteni a királyt, sőt, ahol tudunk, borsot törünk az orra alá, hogy amikor már végképp elgyengült, fellázadjunk ellene és megszerezzük a trón, vagy az általunk irányított országrészt elszakítsuk a királyságból, és függetlenek lehessünk. Királyként így adódik a feladatunk az lesz, hogy szerezzünk magunknak erős hűbéreseket, akik lojálisak is hozzánk, és háború esetén katonáikkal segítenek minket, emellett persze növeljük a birodalom határait, harcoljunk a kereszténységért a pogányok ellen, szövetségeket hozzunk létre, egyben tartjuk az országot, és aztán biztosítjuk, hogy az utódunknak egy minél erősebb országot adhassunk át halálunkkor. Bár tény, hogy fent felsorolt különböző célok mindenkire érvényesek, de kevésbé hangsúlyosak, mint egy másik társadalmi rétegben. Persze ez azért nem általános, de azért jól vázolja azt, hogy akár egy kis nemessel is izgalmas lehet a játék, arról nem is beszélve, hogy így lehet csak igazán jó alternatív történelmet írnunk. Így akár elérhetjük, hogy Árpád-házi királyok még kihalásuk előtt lekerüljenek a trónunkról, vagy hogy a törökök sose tudják megszállni a bizánci birodalmat. Most persze az igazi Command & Conquer fanok egyből megszólalnak a monitor előtt, hogy hát de minek házasodjak, ha le is bombázhatom őket a cibe. Na igen, hatalmas világhódító céljainkat általában két dolog jelentősen lekorlátozza. 1. Nincs egységgyártás a játékban, hanem minden terület ki tud állítani egy X számú katonát, könnyű gyalogos íjász, lovas íjász, számszer íjász, pikás, nehéz gyalogos, könnyű lovasság és lovagok valamilyen keverékeként, annak függvényében, hogy mennyire szeret az adott megye, és melyik társadalmi osztályt erősítjük meg az adott megyében. Például, ha több hatalmat adunk a parasztoknak, akkor több könnyű gyalogságunk lesz. Ha a kereskedő réteget, akkor több íjászunk, ha a nemeseket, több lovagunk, stb. Ebből összeadódik, hogy minden megye ad nekünk több-kevesebb egységet, de van egy max limitje, hogy mennyit. És ha meghalnak szegény jó polgárok, az időbe telik, mire a megye megint kiállít nekünk újra egy max létszámú sereget. Arról nem is beszélve, hogy addig el sem kezdik feltölteni a sereget, amíg használjuk őket értelemszerűen, és hogy a hűbéresei nem 100%, hogy hajlamosak lesznek harcba szállni velünk. Pedig a katonák igencsak fogyó termékek a csataterén. Volt, hogy 20.000 fő seregemből 5.000 jutott csak el a csata térig, mert Budapest-Jeruzsálem rallin egy picit sok volt a elhasználódású. 2. És ez lesz a nagyobb lassító tényező, mert megszabja nekünk, hogy te nem fogsz itt 10 év alatt semmilyen fél Európa uralkodója lenni,
az az, hogy csak és kizárólag olyan területet foglalhatunk el, amire van jogalapunk, és csak és kizárólag akkor üzenhetünk hadat egy másik nemzetnek, ha van rá casus bellink, háborús indokunk. Persze ezeket a jogokat és indokokat meg lehet szerezni úgymond erővel is presztízsünk kárára, ami persze belső viszályt okoz, szóval a játékban való háborúzás egy hatalmas hétdimenziós feng shuihoz hasonlít, amiben láncfűrésszel csiklandozzák a herédet. A játék másik tetszetős aspektusa a szerepjáték rész adja, ugyanis mi, a játékos, mindig az adott család fejét alakítjuk, de irányíthatjuk közvetve a többi férfiági leszármazottunkat is. Például én vagyok a magyar király Géza, élem a magyar király mindennapos életét, pogányokat ölök, lázadókat verek le, növelem az elismertségemet, majd meglátom, hogy a horvát király mindjárt meghal, mert már 65 éves, és csak lányai vannak, így feleségül veszem az egyiket, és kis idő múlva születik egy közös gyermekünk is, akit elküldhetnék egy nemeshez nevelkedni, vagy saját kezűleg is nevelhetem a porontyomat. Élete során különböző dolgok történnek vele és velem is, random eventek, amikért különböző karaktertulajdonság módosítókat kapunk, harc, diplomácia, intrika vagy gazdaság terén. Illetve néha magára csak a karakterre van hatással, beteg, TBC-s férgek vannak a testébe, stb. Majd mikor jó gízag irányunk végső nyugovóra tér, és tegyük fel, minden jól alakult, mert fiam átveszi a szerepemet, és ő lesz a magyar király, mint a Simsben, de itt csak a fő karakterre van közvetlen irányításunk, a többieknek a családban inkább csak parancsolgathatunk, pénzt adhatunk, hogy befolyásoljuk, ilyesmi. Illetve a fentebb említett random eventek, melyek úgy néznek ki, hogy néha a játék feldob egy ablakot egy random eseménnyel, és pár választási lehetősége, hogy mit csináljanak az a karakter. Például a parasztok fellázadtak Pesten, mert éheznek, mit csinálsz? A. Felakasztatom őket, B. Megvásárolom a vezetőiket, C. Olvasolom a bajaikat. Karakterünk mellett még három dolgot gyűjtögethetünk, illetve veszíthetünk el a játék során, melyek a játékbeli akciókhoz kellenek, aranyat, presztist és vallásosságot, melyek értelemszerűen kellenek mindenhez a játékban. Na jó, talán a vallásosság másodlagos. Lock and load. De arany és hírnév nélkül konkrétan nem tudunk semmit se kezdeni a játékban, szóval figyeljetek rá, hogy legyen elég. Ezek mind-mind egy élvezetes része a játéknak, és aki szereti a Trónok harca regényt vagy sorozatot, annak mindenképpen tetszeni fog. Esetleg negatívunként említhető, bár nekem tetszett, hogy nincsenek küldetések a játékban, egy nagy sandbox Európa térkép és ennyi. De akinek nincs annyi ambíció sem, mint egy skandináv értanácsban, az unatkozni fog, de a megalomán egyéneknek ez egy plusz pont. De most jön a fekete leves. A játék csúnya, az egész játéktér egy kézzel rajzolt terepasztalra hasonlít, egy-két szép rajzal, de ennyi. Aki csak valóságnál jobb grafikai játékokkal szokott csak játszani, vagy avatárt megszégyenítő CGI animációkra veri a fogát, az messziről kerülje. A játék bonyolult, és a játék szemernyit sem segít, hogy mi is hogy van benne. Konkrétan nincs benne tutoriál, illetve a játék segítsége leredukálódott az egymondatos tippekre, melyet a menüben egyesével elolvasgathatunk, és a gézikönyvre. De tényleg nem segít semmit a játék. A már említett presztízzel kapcsolatban, ami végül is csak úgy mindenhez kell a játékban, nem mondja el a játék, hogyan lehet növelni. Aztán az egyik véletlenszerű tipp írta, hogy házasságkötéssel lehet szerezni. Kösz! De ezt a szívritmus szabályozó információt már csak a második játékomban tudtam kamatoztatni, mert az elsőben elvertek emiatt. Igazság szerint meg még mindig van olyan eleme a játéknak, amire nem jöttem rá, hogy tudom javítani, pedig már a kézikönyvet is átlapoztam. Negatívum még, hogy a játék karakter viszonyrendszerét az Európa Universalisból örökölte, egy kis átalakítással, amit a mindenki viszonyul mindenkihez, meg az uralkodóhoz, meg a birodalomhoz, meg medvesajthoz, elég furcsa dolgokat tudnak eredményezni néha. Például a legutóbbi játéknál megszereztem magyar királyként Horvátországot, mert odaadtam az egyik testvéremnek a horvát gróf címmel. Kettőm kapcsolata plusz 150-250, valami ilyesmi, ami a maximum, de mégis fellázott ellenem, mert a hírnevem rossz volt.
de az már nem zavarta egyikőjüket sem, hogy az ország stabilitása mínusz 2-n volt, ami meg a legrosszabb. Na mindegy. Az utolsó negatívum pedig, hogy ez egy elég erősen réteg játék. Kis különbséggel, ha nem vagy az ultra geekek névtelen táborának vezető egyénisége, nem valószínű, hogy be fog jönni a játék, de minden esetre mindenképpen próbáld ki, mert én minden hibája ellenére beleszerettem. Utolsó plusz egy hiba, illetve nem is feltétlen hiba, inkább csak plusz. A játékban sok dolog felett nincs igazi irányítás a játékosnak, mert csak random eventek által történnek, például nem csatlakozhatom keresztesként egy keresztes háborúba, nem bérelhetek fel zsoldosokat, nem tudok 100%-os orgyilkosságot felbérelni, akkor sem, ha van rá egy rakap aranyam, stb. Szóval, és most jön a plusz egy, akinek tetszett az egy, az próbálja ki a kettőt. Crusader Kings összes gyermekbetegségét orvosolták, és egy sokkal letisztultabb játékot adtak ki a kezük közül, semmivel sem lett kevesebb, csak több. Később esetleg arról is csinált egy tesztet, de arról majd később. Sziasztok!